Hogyan lehetetlen kamerázni? Német Zorka egy székesfehérvári 7 éves kislány. Optimista, életvidám, tele van tenni akarással. Egy hős, aki 3,5 éves kora óta folyamatosan harcol. 4 éve derült ki a betegsége. Akkor kezdődtek meg a kezelései is, a neuroblasztoma neve, és erre kidolgozott protokoll alapján történtek a kezelései, ez tartalmazott kemoterápiát, sugárterápiát és csontvelő transzplantációt is. A betegség minden tünet nélkül 2011-ben kiújult. Azóta Zorka túl van már egy újabb kezelés sorozaton, kemoterápián és egy újabb csontvelő transzplantáción. A sok szenvedés nem gyengítette, hanem erősítette. Szeretne újra iskolába járni. Hát, ha úgy veszek, a matek volt a kedvencem. Tanárnő a múltkor hozott is nekem egy ilyen mesekönyvet. Na is, miket szeretsz abban a mesekönyvből, vagy milyen kedvenc mesét van? Csak tegnap hozta. Mm-hmm. Még, hát igazából mesélt belőle egy párat, de... Azért mi nem olvastuk teljesen át. Zorka tovább harcol az életéért, azonban ez segítség nélkül nem megy. Április 2-án fogadná őket egy német klinika egy olyan kezelésre, ami 80%-os eséllyel segítene Zorka állapotán. Jelenem volt, hogy ez a betegség újra támad, és ekkor megint megkezdődtek a kemoterápiás kezelések, amelynek a végén megint egy csontvelő transzplantáció volt, viszont ez már idegen donoros. Ez egy komolyabb beavatkozás, és hát ez nem ért el a kívánt hatást, a teljes gyógyulást, és ezért szeretnénk most egy több terápiából álló kezeléssorozatra elmenni Németországba. Az április 2-ai időpont közeledik, azonban ehhez 6 millió forint még hiányzik. Aki tud segíteni Zorkának, a következő számlaszámon tudja ezt megtenni. Minden további információt pedig megtalálhatnak a zorkaélete.blogspot.com oldalon.